idézettel kezdeném. Nem szabad elfelejtenünk a tényt, hogy egy nem intelligens kocsi vezetése nagyobb figyelmet igényel, hisz a sofőrt nem segíti az autó intelligenciája az útvonal kialakításában, így kénytelen folyamatosan maga felügyelni azt. Ezt az érvelést az önvezető autók mellett a Brit Tudományos Társaság egyik jelentésében találtam, és ez a jelentés 1896-ból való. Nem tévedés a dátum, valóban már több mint 100 éve téma volt az intelligens járművek kérdése, csak akkor nem okos kocsiknak hívták őket, hanem lovas kocsiknak. Nagyon érdekes, hogy akkoriban azon izgultunk, hogy mi lesz, hogyha ezt a sofőrt segítő intelligenciát, a lovat elvesszük ettől a járműtől, manapság pedig azon izgulunk, hogy mi lesz, hogyha hozzáadunk egy segítő intelligenciát a sofőrhöz, illetve az egész járműhöz. Olyan kérdések merülnek föl, hogy mit csinál majd a kocsi, ha egy váratlan helyzettel találkozik, terelés van, vagy baleset van, mi lesz a munkájukat vesztett sofőrökkel, hogy egyáltalán miért akarom én elvenni a vezetési élményt. Vannak pozitív képek is, például sokan kérdezik tőlem, hogy mikor lesz ez már kész, Andris, mikor vár a kocsim reggel a ház előtt, illetve hoz haza egy masszívabb buli után, ez a legtöbbet emlegetett kérdés. Rossz hírem van, vagy hát szerencsére azoknak, akik nem hívei ennek a dolognak, ezek a kérdések szerintem még koraiak. Még nincs itt az ideje. Viszont mutatnék egy olyan oldalát az önvezető autóknak, ami sokkal reálisabb, közelebb áll hozzánk időben, és szerintem sokkal fontosabb is, ez pedig a biztonság, amit hozzá tud adni a vezetéshez. Mutatok egy példát. Ez egy tipikus holland külvárosi látkép, és látni fogunk a videón egy srácot, aki feltűnően hasonlít hozzám, és nagyon figyelmetlen, és ki fog lépni a kocsi mögül, teljes takarásból, ugye nem látjuk most sem, nem veszi észre az autót, kilép elénk, hogy egy kicsit elbambulunk, ez egy nagyon veszélyes szituáció. Nézzük, hogy mit csinál ezzel egy okos autó. Egyből észreveszi az autókat, amik állnak az utcában, bekeretezi őket, illetve amint meglátja a gyalogost, őt is bekeretezi. Nézzük meg még egyszer, vegyük észre, hogy már akkor, amikor a visszapillantó tükör mögött vagyok, bekeretez engem a jármű, nagyon korán, szerintem jóval korábban, mint én, emberi sofőr észrevettem volna ezt a gyalogost. Amúgy ez az egész rendszer olyan neurális hálókkal működik, amikről a Bálint beszélt korábban. De van egy másik szenzor a kocsiban, méghozzá a radar. Ez azért nagyon izgalmas számunkra, mert a kibocsájtott rádiójelei átpattannak az aszfalton, az ott parkoló jármű alatt, és hamarabb észrevehetik a gyalogost, már akkor, amikor mi még egyáltalán nem látjuk. Itt meg fog jelenni egy kis gyalogos jel, amint a radar észrevette a gyalogost. Tehát már most jelzett a radar, és csak most a kamera. Mutatom még egyszer, vegyük észre, hogy ez egy bő másodperccel korábban történik, mint hogy a kamera, vagy az emberi sofőr észrevette volna, hogy ott van egy figyelmetlen srác, aki épp elüttetni készül magát. Ez az egy másodperc pedig lehetőséget ad vészfékezésre, elkerülő manőverre, ami életeket menthet. Én is a kutatócsoportom ilyen biztonsági rendszereket fejlesztünk, mert hiszünk abban, hogy egy intelligens város és az önvezető taxik egy nagyon izgalmas és érdekes jövőkép, és mi is várjuk. De először azt kell megoldani, hogy az ilyen takarásban játszó kisgyerekek, vagy a figyelmetlen srác a videón ne legyen gázolásos tragédia áldozata. Köszönöm szépen a figyelmet!